Már évek óta szerveznek tevékenységeket, rendezvényeket a Szovátai Kodály Zoltán Népfőiskolán, főként kisebb és nagyobb gyerekeknek. Néhány hónapja bővült az eddigi kínálat, az újabb kezdeményezésekkel minden korosztályt igyekeznek megszólítani, változatos témakörökben szerveznek előadásokat és tevékenységeket alkalmakként vagy éppen rendszeresen. Ilyen a hetente működő, napsugaras évek elnevezésű csoportos foglalkozás is, amely hiánypótló jelleggel indult a szépkorúaknak. Kodály Zoltán Népfőiskolán a tavaly novembertől kiegészültek a foglalkozások, és az állandó zenei oktatás mellett most időseknek, fiataloknak, a város és a környék egyéb nem csak gyerekeket célzó tevékenységei indultak, és ebben van az idősek klubja is, ide tartozik. Úgy láttuk, hogy megszűntek azok a tevékenységek, amik az időseket célozták meg, és ezért gondoltuk, hogy jó lenne egy ilyet is indítani. Vegyes tevékenységek folynak, van benne ének, játék, előadások, torna is lesz, heti rendszerességgel lesz majd tornánk is, szeretnénk indítani. Ott jártunk, kor a tevékenységvezetők imával, majd közös énekléssel nyitották a csoportos foglalkozást. Ezt követően bemutatkozós játékra került sor, majd előadást hallhattak a jelenlévők Csortán Ferenctől. A szépkorúaknak ez a heti rendszerességgel zajló tevékenység szükséges volt. Nagyon lelkesek a résztvevők, és nagyon boldogan jönnek. Mi szállítást is biztosítunk nekik, ezért könnyebb nekik feljönni ide. Nagyon sok mosolygó arccal találkozunk minden egyes alkalom során. Hogyan érzitek magatokat ti, mint csoportvezetők? Nekem ez teljesen új dolog, mert eddig gyerekekkel foglalkoztam, és fiatalabbakkal inkább, úgyhogy az idősek egy kicsit másik kategória, tehát hogy teljesen más velük foglalkozni. Minden csütörtökön 10 és 12 óra között várják a tevékenységekre a szépkorúakat, bármikor van lehetőség arra, hogy csatlakozzanak a csoporthoz. Ha valakinek nehézséget jelent eljutni a helyszínre, a szervezők abban is segítenek.